Guys went to rebound for his shots. Elmentek a lepattanójáért. And when he received the point because of his bad defense, they come and go, come on, let's go. És ha gólt kaptunk belőle, vagy gólt kaptunk rajta, akkor a többiek bíztatták. So what I try to say, you cannot build artificial team chemistry. It has to be there. It has to, they have, you have to have the personnel. It has to be there sometimes on its own. We were lucky enough that we have this crazy idea. Maybe it helped to gel the team. Maybe it didn't help. If we push him in fitness, they will not see his work. So this little detail create our team chemistry and we win the championship. Egy ilyen pici részleten múlott az, hogy sikerült csapatkohéziót okay, építeni. Let's go to group approach. I think it's very important for methodical aspect. Specific drill for centers. Like I said, you can practice, incorporate in your training process in pre-season centers conditioning through defensive coverages. Centers conditioning through box outs and transition sprints. Tehát, hogy a magas játékosokat úgy kondicionáljuk, hogy tranzícióvédekezést gyakorlunk, kizárást, lepattanózást. And instead of sending them maybe too much in a weight room, drills for guards. Believe me, they repeat 40 seconds. If they repeat 40 seconds, technique of avoiding the screens, technique of fighting through the screens against the coaches, and they have 40 seconds activity, 40 seconds rest. This is much better conditioning than send them to the fitness to do 50 squats. Lényegesen jobb az, hogyha 40 másodpercig azt gyakoroltatjuk a hátvédekkel, hogy hogyan törjék át az elzárásokat, mint hogyha elküldjük őket súlyt emelni. And also what is important, I'm sorry, do you see this or it's blurry? It's, you see, okay. It's quite a rivalry between players of the same position. Van egy ilyen csendes rivalizálás az azonos poszton játszó játékosok között. Mindig van valamilyen rivalizálás, sokszor ez jó, sokszor nem. Van, amikor ez átcsap egy negatív rivalizáció. Sokszor ezért az egyéni képzéseket csak egy poszttól lévő játékosokat visz. Ezért ahelyett, hogy rivalizálnának egymással, próbál az azonos poszton lévő játékosok között ugyanígy egy kémiát kiépíteni, mint hogy a csapatban. So they have to hold guards accountable for their individual defense and not wait always for them to help them. So I build a team chemistry with only centers, so they don't want to develop rivalry against the guards instead of rivalry against themselves. Úgy építi ki a csapatnak a kémiáját, hogy a különböző posztokon lévő játékosokat együtt dolgoztat. Okay, also group approach is specific skill development for players with bad habits because in every season you have different players with different knowledges. Sometimes you will have a new junior player, under 18 player coming to your team from another team. Minden évben ugye új játékosokat kapsz és külön dolgozik azokkal, akiknek rossz szokásaik vannak, vagy rossz védekződéseik. Yes, and he doesn't have developed habits that you already developed in your team. Nem rendelkeznek azokkal, amiket te eddig már kiépítettél a csapatodban. So you need to take him maybe two steps back and work on the details that he can catch up with the other players in your team. Néha jobb két lépést hátra lépni és utána elkezdeni velük a munkát. Usually this is about close out and communication. Ez általában a close out lábmunka és a kommunikációt érinti. About positioning and knowledge, general knowledge of team defense. Az általános tudás a csapatvédekezésről. Methodology of training, there is of course partial method in teaching, one-on-one, two-on-two, three-on-three, four-on-four, and handicap situations. Tehát, hogy ez a partial method, ez ilyen részlegesen, tehát külön gyakorolják az egy-egyet, a kettő-kettőt, és az előny-hátrány játékokat, és akkor ez a whole method, ez pedig amikor egyben gyakorolnak mindent. And the whole method. Method of integrity, method where you teach right away 5-on-5. Az az ötöt, a másik az pedig, amikor részletekben dolgozol. You know, some coaches, like my dear friend Luca Banchi, who was the head coach of AEK. Az egyik barátja, aki az AEK Athénának az edzője. He starts preparation with 5-on-5 right away, but
but slowly, not in high intensity. Lassan kezdi, de ötöttel kezdi az edzést. To explain the principles of rotation, positioning and things like this. Hogy a helyezkedéseket és a rotációkat egyből lássák. And some coaches like to start building the team system from 1-on-0, 1-on-1, 2-on-2, 3-on-3, 4-on-4. Van, aki pedig úgy szereti, hogy 1-a-0-tól építi föl. So both methods has to be implemented, only it's question in which phase of your microcyclus you do this. Attól függ, hogy melyik mikrociklusban szeretnéd melyiket alkalmazni. We have to have a clear idea about our practice on Monday, practice on Tuesday. So there is also a selection of drills. Why do we select these drills? Do we have the idea why you select these drills? What is the point of emphasis in this drill? Fontos az, hogy tudjuk, hogy a hétfőn kedden miért választjuk a gyakorlatokat és hogy mi a célja. We say that there is an integral model of training where there is many targets in single drill and there is a specific skill development. Like one element you put emphasis on in this drill. Megkülönböztethetjük a gyakorlatokat úgy, hogy van olyan gyakorlat, ahol egyszerre több dolgot szeretnénk gyakorolni, és vannak olyan gyakorlatok, ahol egy dologra fókuszálunk. Of course, the best for me now as being a coach of seniors is integral model, where I can in one exercise I can train many things like conditioning, box out habits, one-on-one or whatever you want to mix in a single exercise. Ő felnőttekkel foglalkozik, ezért ő ezt az integrált modellt használja, ahol egyszerre több dolgot is tud alkalmazni és fejleszteni. In periodization planning of your team pre-season, it's important to communicate with your strength and conditioning trainer about the intensity days. Fontos a periodizáció kialakításánál, hogy az erőléti edzővel beszélj arról, hogy mikor, milyen intenzitású edzést tervezel. And which are going to be the impact days as far as intensity. Melyek lesznek azok a napok, amikor az intenzitáson van a hangsúly? And which are days are going to be different type of intensity days. Like for example, you can create a color days by color. Usually the Monday is a green day, Tuesday is a yellow day, Wednesday red day, Thursday red day. Like red day maximum intensity. Yellow day, green day, medium, low intensity days. You have to have the intensity curve throughout the week, so you don't kill the supercompensation wave. Ilyen színekkel határozzák meg azt, hogy az adott napon milyen intenzitással dolgoznak. Nyilván a sárgától megy fölfele piros, fekete, és ez azért fontos, hogy a megfelelő pihenés meglegyen a szuperkompenzáció miatt. Many times I was, when I was head coach of Slovakia team, driving and visit every team of the country to see how they work with under 16 and under 18. Amikor Szlovákiában edzősködött, akkor körbejárt az egész országot, hogy a kadett és junior csapatokat megnézze, hogy hogy edzenek. And many times on purpose I did not come 30 minutes before training. I come right 1 minute before the training start. And I asked the coach what the plan says. We will see. Sokszor egy perccel edzés előtt ért csak oda ezekre az edzésekre, és kérdezte az edzést, hogy mi a mai, az edzőt, hogy mi a mai terv, és azt mondta, hogy majd meglátjuk. A legrosszabb mondat, amire allergiás. For under 16 coaches is, we will see if we will have 10 players on practice. Majd meglátjuk, ha vagyunk 10 edzésen. What does it matter if you have 10 players on practice? What? You're gonna play 5 on 5 days a week? Nem számít, hogy 10 vagytok edzésen, 5-öt ellen fogsz játszani egész héten. So under 16 there is about development, it's about teaching individual technique and tactics. So 5 on 5 it's maybe should be 30% of the content for under 16. A kadett csapatok alatt az 5-öt elleni játéknak 30%-nál nem szabad többnek lenni, azért teljesen mindegy, hogy mennyien vagytok edzésen, az egyéni fejlesztés a lényeg. Main selection is integral model and it's partial method. Why do you need 10 players? Of course, you could, it's better to have 10 players, but you will never have 10 players in an average country with average team. It's like this, it's the basic rule. School, holidays, music, I don't know, theater, parents, family dinner. You will never have 10 players, so why should you cry right away? Nem szabad amiatt sírni, hogyha nincs 10 játékosod. So many things you can do, so many things you can teach with 2 on 2 and 3 on 3. Rengeteg dolgot meg tudsz tanítani 2-2, 3-3.
szituációkban. For example, by this is my first week. I just wanted to show you one example. This is my first week of preseason. Ez az előszezonnak az első hete. And it's not repeating every time the same. Nem mindig ugyanez. But I do like to give them the first week Saturday morning activity and Sunday morning activity just to see how they react when they get up early in the morning for the first time. I have to get to know them. Szereti azt, hogyha az első héten szombat, vasárnap délelőttre is rak be valamit, mert szeretné látni, hogy hogyan reagálnak arra, hogy föl kell kelni. And I always give them the video the first week. I don't wait the friendly game. És mindig videóznak már az első héten, nem várja meg az első barátságos meccset. Felveszik a péntek délutáni edzést, és azt videózzák ki szombat délelőtt. And we are also recording new offense introduction, so they see the spacing. And we also record the defense specially, so they see if the hands are low, if hands are high. A támadásban elsősorban a spacinget videózzák, védekezésben pedig a karmunkát. And this is why this video is there. It's not 30 minute long, it's 15 minute long, but it will show each and every one of the team. I will not just show Johnny or Frank, or I will talk generally. We. We will show each player at least one mistake and at least one positive. Mindenkiről szó esik a videózás során, nem két emberről, hanem az egész csapatról. Úgy beszélünk róla, hogy mi, és mindenkin látszik benne a hibája. So the highest paid player and the junior in the team understand that when it comes to defense, everybody has the same responsibility. A legjobban fizetett játékos és a junior korú fiatalnak is meg kell érteni, hogy mindenkinek ugyanolyan felelőssége van védekezésben. Usually coaches have problem talking to American players directly and expensive players directly. Sokszor az edzők a drága amerikai légiósokkal beszélgetnek csak egy per egy. And they like to select two juniors and always go after juniors. Szeretnek szekálni fiatal juniorokat. Short term I can understand, but on the long term if these American players are real players, they will not respect you so much unless you criticize them at least one time directly in front of everybody. Rövid távon nem probléma, de hosszú távon nem fognak téged tisztelni azok a játékosok, hogyha nem kritizálod az ő munkájukat is. It doesn't have to be yelling. It can be just look, Frank, you're not doing a good job. Your defense is terrible. You're not fighting over screens. You have to do a better job. It's enough. Nem muszáj velük ordibálni, elég, hogyha elmondod nekik azt, hogy nem töröd át normálisan a zárásokat, nem dolgozol rendesen. So I think it's important in the first week also to establish this relation and understanding. Fontos, hogy már a legelején kialakítsuk ezt a kapcsolatot. What time is it? We have 10 minutes? We have 10 more minutes? What's the time? Okay, so I will finish with this. Okay. I read a book from Alex Ferguson, even though I believe that basketball coaches elolvasta az Alex Fergusonnak a könyvét, annak ellenére, hogy azt gondolja, hogy sokkal képzettebbek a kosárlabda edzők, a labdarúgó edzőknél. A labdarúgás meg sem közelíti a kosárlabdának a komplexitását és a nehézségét. De annak ellenére, hogy így gondolkodik róla, szeretett volna olvasni egy könyvet egy ilyen tapasztalt edzőtől, aki ennyi játékossal foglalkozott már. In the chapter when he talked about Roy Keane, he said that this is his most charismatic player and he ever coached. Abban a fejezetben, amikor a Roy Keane-ről beszélt. Because this is a special case, he said this guy comes into practice and he's in a bad mood, we are in a bad mood. This guy comes happy, we are happy. This is the type of charisma that this player obviously had. Olyan karizmával rendelkezett a Roy Keane, hogy ha rossz kedve volt, akkor az egész csapatnak rossz kedve volt, hogyha jó, akkor az egész csapatnak jó. Every real player, and real players are not defined by money or contract.
minden igazi játékos, aki nem a pénztől lesz játékos, és nem a szerződéstől, de minden igazi játékos tiszteli őt, tiszteli az edzőjét. Minden új játékos, aki csatlakozik egy csapathoz, három kérdést tesz fel magának. Jobb játékossá válok majd az edzőtől? Segíteni fogja, hogy győzzek. Hogy hűséges-e hozzánk. Őszintesség, hűség, és hogy nem beszélünk ki a hátán mögött a másikat. Hogyha ezek a dolgok beteljesülnek, akkor a játékosod szíve a kezedben van. Nekem volt a megtiszteltetés az elmúlt két napban Európa legrégebbi egyetemén itt lenni, sportegyetemén. Mindenkinek nagyon sok szerencsét kíván, és hogyha bármi kérdésetek van, akkor ő itt van. Ha nincs kérdés, akkor mindenkinek minden jót.